Köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. Rákosmentei önkormányzata 10 éve ápolt testvérvárosi kapcsolatot a Krosznói járással. A jeles évforduló alkalmából a kerület küldöttsége a közelmúltban ismét ellátogatott Lengyelországba. Az ott tapasztalt élményekről fogom kérdezni mai vendégemet. Köszöntöm a stúdióban Fósz Tivadar alpolgármestert, üdvözlöm. Üdvözlöm Önt és a kedves nézőket is. Mielőtt még az aktuális programokról beszélgetnénk, egy kicsit jellemezze, hogy milyen a két település közötti kapcsolat. Én azt gondolom, hogy az egyik legjobban működő testvérvárosi kapcsolatunk a Krosznói járással van Lengyelországgal. Több testvérvárosi kapcsolatunk is van, és mindegyik egy kicsit más alapokra helyezkedik. A lengyel kapcsolatot én azért tartom talán az egyik legjobban működőnek, mert egy kerületi lengyel nemzetiségi önkormányzat működteti ezt a kapcsolatot igazándiból. Itt tényleg ki kell emelnem a nemzetiségi önkormányzat teljes vezetőségét, az elnökségét, illetve a tagokat, akik nélkül ez a kapcsolat talán nem lenne ennyire intenzív, ennyire nagyon gyümölcsöző. Említette, hogy minden testvérvárosa más-más a kapcsolat, hogyha itt a krosznóiakat nézzük, akkor a két település mit tud egymásnak adni, vagy mit tud egymástól tanulni Ön szerint? A kapcsolatunkat, ha az elejéről kezdjük és valamilyen szinten kronológiában, akkor nagyon meghatározza II. János Pál pápa személye. Hiszen II. János Pál pápa rákoshegyi szobrának avatására érkeztek először kerületünkbe a Krosznói járás képviseletében a delegáció, illetve akkor az előjáró vezetésével a lengyel delegáció, és ott fogalmazódott meg ez a testvérvárosi kapcsolat a két félben, akkor egy szándéknyilatkozat aláírására került sor, amit aztán 2008-ban erősített meg a két fél aláírással, és most II. János Pál szobrának avatásának 10 éves évfordulója alkalmából jutottunk el ugye mi is a testvérvárosi kapcsolatokkal a 10 éves évfordulóhoz, ami alkalmából most Lengyelországban, Krosznóban írtuk alá az elmúlt 10 év meghatározásaként a következő évekre vonatkozó testvérvárosi szerződés megerősítését. Ha már utalt erre, akkor térünk rá a programra. Hány fős volt a küldöttség és hogyan nézett ki a program, hogyha így megyünk időrendben? 8 fős delegációval érkeztünk az ünnepségre. Természetesen a Buskó András vezette lengyel nemzetiségi önkormányzat képviselői vettek részt, illetve az önkormányzat részéről Horváth Tamás alpolgármester kollégám, Kelemen Sándor csoportvezető úr és Klein Marianna intézményvezető asszony jött még velünk, én voltam a negyedik tagja ennek a delegációnak. És az első programelem az a tanácsnak az ülése, Krosznói járási tanács ülése volt, ez egy díszülés volt. Egy nagyon szép múzeumban tartották ezt a díszülést, voltak különböző táncbetétek, illetve énekes számok ebben a kis tanácsülésben, dísztanácsülésben, ahol le is vetítették egyébként az elmúlt 10 évnek a képeit. Nagyon jó volt látni, hiszen az ember úgy gondolta, hogy ez a 10 év olyan gyorsan elrepült, és már nem is minden mozzanatára emlékszik az ember, pedig javarészt ott voltam a programokon, de jó volt visszanézni, visszalátni, ismét felidézni azokat az emlékeket, amik az elmúlt 10 évben voltak. És utána következett tulajdonképpen ez a szerződés aláírás, amit a két település, a két szerződő fél, két-két tagja írt alá. Mi részünkről Horváth Tamás alpolgármester kollégám, illetve jó magam, a lengyel részről pedig Ján Juszczak előjáró úr és az előjáróság helyettese írt alá ezt az új szerződést, amelyik megerősíti a kapcsolatunkat. Majd ezután még volt egy nagyon szép része az ünnepségnek, hiszen kitüntetést kapott az elvégzett munkáért az elmúlt 10 év kulturális tevékenységéért a két nép közötti barátság, a két település, járás és az önkormányzat közötti kapcsolat elmélyítéséért Kelemen Sándor csoportvezető úr és Buskó András elnök úr. Ugye utaljunk még erre a szerződésre, vagy beszéljünk erről, ez egy mérföldkőnek számít tulajdonképpen a két település életében, ami a jövőt is előrevetíti, hogy ez egy gyümölcsöző kapcsolat lesz majd, reméljük akár a következő 10-20-30 évre is. Igen, tehát mi is így éltük meg. Nehéz, ugye elhangzik nagyon sokszor, és mindenki közhelyesen ismeri, hogy a magyar-lengyel két jó barát. Én azt tapasztaltam az elmúlt 10 évben, hogy ez nem csak egy szleng, nem csak egy nagyon hangzatos kifejezés, hanem ez tényleg így van. Hiszen az elmúlt 10 évben is több alkalommal volt arra
mód és lehetőség, hogy tanúbizonságot tegyünk ez ügyben. Megköszöntem például az elmúlt 10 évben nyújtott támogatását az előjáróságnak, hiszen az előjáró is volt nálunk nemzeti ünnepen, beszédet is mondott, és én úgy gondolom, hogy ezek a beszédek, ahogy ő a mi kapcsolatunkról, ahogy ő Magyarországot látja, az egy nagyon pozitív dolog, és megerősítés adott esetben a mi számunkra is. És ő is elismerte azt, hogy neki is jól esik, és nekik is jó az, amikor mi elismerjük és látjuk azt, hogy 10 év alatt milyen fejlődés ment végbe a járásban. És el is kellett mondani, hogy ez tényleg így van. Tehát lehet, hogy aki ott van helyben, az nem is feltétlenül tudja, vagy látja, vagy érzi aktuálisan azt, hogy azért a 10 év alatt mennyi minden történt, de egy külső szemlélő, aki egy évben 2-3-szor érkezik arra a településre, vagy a településekre, akkor az mindenféleképpen jobban, és talán egy kicsit külső szemlélőként másképpen látja azt a fejlődést, ami végbe ment. Ugyanakkor el kell mondani azt, hogy mind a két város, illetve ugye a mi kerületünk, illetve a Krosznói járás települései, maga Krosznó városa, annyi kihívást adnak még mindig, és annyi élményt tudnak nyújtani a 10 év után is, amit kölcsönösen megjegyeztünk, hogy hiába ismerjük már egymást 10 éve, még mindig ebben a kapcsolatban nagyon-nagyon sokféle lehetőség van. És itt nem csak az, hogy művészeket viszünk, művészeket fogadunk, hanem volt ugye már az önkormányzat is látogatáson, a Krosznói járásban meg tudtuk nézni az ottani hivatal működését, de voltak már óvodapedagógusok, iskolák igazgatói, és gyerekek, ez a legfontosabb, hogy gyerekek, hiszen kölcsönösen megjegyeztük ezen a tanácsülésen, hogy a jövő a fiatalságban van, a gyerekekben van. Mi lerakhatjuk most ezeknek a testvérhalasi kapcsolatoknak az alapjait, működtethetjük is, ugye most már 10 éve szépen működnek, de a jövő a fiatalokban van. Ha őket nem tudjuk arra ösztönözni, hogy ezt a kapcsolatot érezzék, értsék és tovább vigyék, akkor nem volt értelme a mi munkánknak. Igen, hiszen ugye az együttműködésnek fontos része az is, hogy civil szervezetek, intézmények és ugye a fiatalok egymáshoz való látogatása is tulajdonképpen. Ugye ez hát az egyik fontos jövőbeli cél, de emellett sikerült-e még valami konkrét jövőbeli célt megfogalmazni a fiatalok mellett? Ezt tulajdonképpen ezt szeretnénk folytatni. Én azt gondolom, hogy ez az út jó volt. Tehát az elmúlt 10 év eseményei azt bizonyítják, hogy ez az út, ez jó. Ezen az úton kell tovább haladni. Csak intenzívebben, jobban be kell vonni a fiatalokat. Szeretnénk közös sportrendezvényeket tartani. Volt már erre példa, de intenzívebbé tenni ezt. A kórus találkozókon való részvétel, hiszen lengyel kórusok szoktak érkezni a kerületi pünkösdi kórus találkozóra, most pedig amikor ez az aláírás volt, ez a következő nap eseménye volt, Duklában szintén egy kórus találkozó ebben az időszakban szokott zajlani, ezen is részt vett kerületi kórus, hiszen nagyon sok nagyszerű kórus működik a kerületben. Itt vegyes kórusok ezek, vannak fiatalok, idősebbek, de szeretnénk, hogyha a gyerekek, a fiatalok még intenzívebben tudnának részt venni ebben a kapcsolattartásban. És megbeszéltük azt, hogy bár Magyarországon nálunk a kerületben is kevés fiatal beszéli a lengyel nyelvet, de közös lehet az angol. És nekik is jó, hiszen egy tanult nyelv, a mi gyermekeinknek is egy tanult nyelve az angol, és ezen akkor nyelvgyakorlás szintjén is tudnak szót érteni egymással. Az egy megint nagyszerű dolog, hogy a Diadaliskolában elindult egy lengyel néptánc csoport. Tehát néptáncot tanulnak a gyerekek a Diadalban. Volt ott is kezdeményezés a nyelvtanulásra. Ösztönözzük, próbáljuk, de hát érdeklődés mindenféleképpen kell a diákok részéről, meg egy befogadás. Nehéz a lengyel nyelv, nem feltétlenül a világnyelv, de úgy gondolom, hogy a Rákos Csabai hagyományok, hiszen ezt is felelevenítettük, hogy nem csak II. János pápa személye az, amelyik összekötő mi barátságunkat, hanem például az a hatalmas gesztus, amit itt a csabaiak nyújtottak a lengyel menekülteknek, a katonai vezetőknek, amikor a II. Világháborúban a lengyelek menekültek ide, és ők befogadták őket. Vagy a ligeten működő magyar-lengyel baráti kör működése. Tehát ezek azok, amik alapjai a két nemzet közötti kapcsolatnak, a járás és a kerület közötti kapcsolatnak, de szeretném mondom, hogyha ebbe egy kicsit aktívabban be tudnánk vonni a fiatalokat. Ez lett tehát majd akkor a jövő. Itt a műsorunk végén egy fontos dolgot ne hagyjunk szó nélkül. A nézőink biztos már észrevették az asztalon ezt a csodálatos üvegből készült remek művet. Erről mit lehet tudni? Hát a Krosznói járás többek között az üvegművességéről híres.
nagy üveghuták, üvegmegmunkáló gyárak működtek a városban. Hát ezek egy része nem feltétlenül működik már, ugyanakkor pont az elmúlt 10 év során készítettek a főtér alatt egy bemutató múzeumot, ahol megmutatják az üvegművesség fortéjait. Ki is lehet próbálni, tehát aki Krosznóba látogat, akkor javaslom, hogy menjen el és nézze meg ezt az üvegmúzeumot, ahol tényleg kipróbálhatja az üvegfúvást is saját maga ellenőrzött múzeumi körülmények között. És hát ez a kis tárgy, amit az asztalon van, ez pontosan azt mutatja, hogy a krosznói üvegművesség az milyen magas szinten van, és ők a 10 éves évforduló alkalmából egy ilyen üvegtárgyal kívánták megörökíteni a 10 évet, és nagyon szépen szimbolizálja a készfogás, ugye a két település barátságát, és hát megvan benne a címerünk, és mondom, ahogy az üvegművességre utalva, Krosznóban lévő legjellegzetesebb tevékenység az üvegművesség jelenik meg ebben még. Ezzel zárjuk beszélgetésünket. Jó volt hallani, hogy 10 év távlatában is ennyire jó és szoros a kapcsolat a két település között. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen is a lehetőséget. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.